Egyetlen napirendi ponttal tárgyaltak zárt ajtók mögött a szexádi közgyűlés tagjai, ez a helyi Aliszkaterra Kft. Vezetőjének személyéről szólt. A témáról most másodszor szavaztak a képviselők, végül úgy döntöttek, helyben hagyják a március elejé határozatot. Megerősítettük azt, ami előző volt, nem voltunk teljes létszámmal, de szerencsére elegen voltunk ahhoz, hogy az előző döntésünket megerősítsük, úgyhogy változatlan a döntés, tehát a Vertikál ZRT vezérigazgatója lesz az Aliszkaterra ügyvezető Kft. Ügyvezetője is, ami ezután szerintünk a szolgáltatás szimulálnak erősbítését és a cég jövőjét biztosítja. Vagyis az önkormányzati tulajdonú hulladékkezelő vállalat élére, mivel az eddigi igazgató elérte a nyugdíjkorhatárt, új vezető került. Annak a cégnek az első ember, aminek az Aliszkaterra már eddig is alvállalkozója volt. A kormánypárti frakció szerint ez minőségjavulást eredményez. A témáról egyszer már március elején szavaztak a képviselők, akkor ugyanez a döntés született. A napirend újbóli megvitatását Zaják Rita kezdeményezte, mert szerinte nem jó ötlet a személycsere. Azt gondolom, hogy ez akkor lett volna egy jó konstrukció, hogyha a cég vezetését a saját kezünkben tartjuk, és nem kiadjuk a kezünkből. Nagyon szomorú vagyok, hogy ezt a döntést sikerült az Én Szexád frakció segítségével meghozni a közgyűlésnek. A szexádi közgyűlés várhatóan március végén ülésezik legközelebb.